Sziasztok, Horváth Gábor a nevem, ez a Kiárat beszélgetés műsor, és hát a mai vendégem Horváth Gábor. Gábor, légy szíves, menj a helyedre, jó? Rajtad, akkor nem én. Nem, ez most ja, az én helyem. Más. És köszönöm, hogy bohócot csináltál magadnak. Általában szoktam, én is köszönöm, hogy meghívtatok. Mesélj egy kicsit magadra, mert én amikor próbáltam összeírni itt, hogy mi mindennel foglalkozol, vagy igen, mi minden az, amit én tudok, és hát te foglalkoztál vele, akkor hát nem igazán fért ki egy papírra, úgyhogy gyere segíts nekem. Nem tudom, hogy esetleg az érdekelne téged, amikor Shreknek voltam beöltözve egy városnapokkor, Gyergyó Szentmiklóson. Szerintem akkor voltam a karrierem csúcsán. Hát még Málnási Andi az IFTK-tól kért meg, hogy na akkor legyek, vagy voltam akár a püspök is. Nem tudom, ezekről tudsz-e. De hát nem itt kezdődött a karrierem. Nem is tudom, hol kezdem. Hát még a 90-es évek vége felején a Salamon Ernő gimnáziumban jártam, középiskolába, és aztán 11. végén döntöttem úgy, hogy kimegyek Budapestre, egy barátom unszolására, és hogy ott végzem el majd a gimnáziumot, érettségizek. Sikerült is, csak egy évet újra kellett járni, mert így vettek át az egyik iskolából a másik iskolába. Na és akkor Budapesten érettségiztem, de hát akkor én még nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni, vagy hogy milyen pályán folytassam, esetleg főiskola, egyetemre menjek. De hát az egyetemi meg főiskolai tájékoztatót érettség után megvásároltam, hogy azért mégis valóban felvételizzek. Na és a kommunikáció szakasz nagyon megtetszett, és Székesfehérváron, ugyancsak Magyarországon, ugye a Kodolányi János főiskolán volt egy ilyen angol média kommunikáció szak, ahova jelentkeztem, és sikeresen felvételiztem, és akkor Székesfehérváron voltam én, hát 2,5 évet, mert utána, ezt nem is tudom, hogy meséljem el, nem az, hogy nem akartam elvégezni, hanem közben, mivel média kommunikáció szakon voltam, nyaranta kellett praktizálni. Ja. Na és akkor nyaranta gondolkodtam, hogy hát én maradjak Magyarországon, folyamatosan nagyon honvágyam volt, és akkor megkérdeztem a főiskolát, hogy lehet-e praktizálni Erdélybe, hogyha egy magyar nyelvű rádióhoz, vagy tévéhez, vagy újsághoz tudok elmenni praktizálni. És mondták, hogy persze, elfogadják. Na és akkor a Fan FM rádió az még Marosfőn működött, mert onnan indult a Fan FM, aztán költözött Csíkszeredába, na és én náluk jelentkeztem, hogy ott praktizálnék, azt mondták, hogy oké, rendben van, és akkor ott folytattam a praktikámat, és közben láttam, mivel nagyon honvágyam volt, haza szerettem volna jönni, nem volt a fejemben, hogy én ott majd elvégzem ezt a szakot, hanem megpróbáltam Csíkszeredába a Szapienciára a tömegkommunikáció szakra átiratkozni, úgyhogy elfogadják a vizsgákat. Volt, amit elfogadtak, volt, amit nem. A lényeg az, hogy át tudtam költözni, és akkor már Csíkszeredában volt a Fan FM rádiónak a stúdiója, és akkor ott már nem praktizáltam, hanem dolgoztam is rendes munkakörben. Így van, pontosan. Úgyhogy így kerültem én Magyarországra, ról végül haza Erdélybe, Székelyföldre, és akkor 7 évig voltam Csíkszeredában a Fan FM rádiónál, mint műsorvezető, és közben még DJ-skedtem is, plusz bevételért. Na és aztán utána megcsinálták ennek a rádiónak a Gyergyószentmiklósi kis stúdióját, és akkor költöztem haza, hát ezelőtt egy olyan 15 évvel Gyergyószentmiklósra. Na, ott aztán úgy döntöttem, hogy váltanék, nem biztos, hogy csak a rádiózás érdekelne. Próbáltam még helyi újsághoz jelentkezni, azt mondták, hogy felvesznek, aztán nem lett semmi belőle, így Gyergyószentmiklóson. Na és akkor egy kicsit úgy, hát megcsömöröltem a médiától, mert nagyon szerettem ezt űzni, annak ellenére, hogy sok támadás írja bármelyik médiában dolgozó szemét, mert én újságírónak nem nevezem magam. Ettől függetlenül nagyon szerettem, de akkor egy kicsi csalódás ért engem, és akkor abba hagytam ezt a rádiózást is, meg az újságírást. Belekezdtünk egy helyi projektbe, egy hírportált, a Index.ro-t működtettük, és ennyi volt nekem a média, tehát mellette egy szórakozó helynek a rendezvény szervezője voltam, közben koncerteket is szerveztem Gyergyószentmiklóson, és bulikat ezekből
próbáltam összeszedni a mindennapi betevőt. Na és akkor aztán egy olyan 4-5 évvel ezelőtt a Mix FM rádiótól jött egy megkeresés, véletlenszerűen, és akkor természetesen elfogadtam, mert azért attól függetlenül, hogy 7 vagy 6-7 évig kimaradtam a rádiózásból, hiányzott. Én akkor jöttem rá, amikor visszakerültem a Mix FM-hez, vagy bekerültem a Mix FM-hez, hogy hát én ezt nagyon szeretem csinálni. Na és azóta akkor, most már nem tudom, 4-5. Éve, hogy műsorvezető, szerkesztő vagyok a Mix FM-nél, plusz a Háromszéki Friss FM-nél és az Udvarhelyszéki Prima Rádiónál. Úgyhogy röviden ez a sztori. Ilyen kalandos a sztori. Nagyon-nagyon sok mindent elmondtál itt, de az elején azért megragadt az, hogy te nagyon honvágyos voltál, haza szerettél volna jönni. Na ugye ellentétben azokkal, akiket itt csomóan arra vágynak, hogy menjenek ki minél messzebb innen, és építsenek ott kagyar. Hogy nálad nem ez volt? Nem tudom. Én mindig azt mondtam, hogy Gyergyószent Miklós olyan kis poros, meg olyan kis szegény város, amilyen, de én mindig itthon szerettem élni. Én sosem vágyódtam el. A budapesti, meg székesfehérvári kiruccanásom, így nevezem, az mondom véletlenszerűen történt, fiatal hóbortból, kalandvágyból, egy 8 osztályos osztálytársam, Gyergyószent Miklósról, ő már 9. Budapesten volt, és én akkor még kosaraztam így Gyergyószent Miklóson, ő is járt kosáredzésekre, és hazajött egyszer, és azt mondta, hogy nem mennék ki, mert egyedül van Budapesten, és hogy az milyen vagány lesz, hogy mi Budapesten sulizzunk, és Magyarország, és főváros is akármi. Tehát én a szüleimet megkérdeztem, azt mondták, persze támogatnak ebben a dologban, és így kerültem ki. De nekem nem volt szándékom sem Magyarországra, sem Németországba, se franciákhoz vagy angolokhoz kimenni, és ott akár karriert építeni, vagy pénzt keresni. Most kérdés megint az, hogy egy fiatal akár napjainkban, most 2021-ben is, pénzt keresni megy Németországba, vagy karriert építeni. Karriert nem nagyon tudsz építeni, pénzt keresni tudsz. De most akkor tanulj meg akár németül nagyon jól, és tényleg nem ott nőttél fel, nem érzed a társadalom működését, hogy most karriert építs ott kint, én nem hiszem, hogy ez nagyon... Úgyhogy hát nem vagyok istenes Bence. Ilyen szempontból nagyon ügyesen csinálta tényleg. De hát ő ott nevelkedett Németországban, úgyhogy ezért is volt meg neki a lehetőség, hogy a nyelvet is nagyon jól tudtam, meg be tudott kerülni olyanba. Azt hiszem, hogy a Németország X-faktort is ő vezette az egyik évadat, igen. Na úgyhogy nekem ezért volt mindig honvágyam, sőt, szoktam mindig mondani mindenkinek, hogy mondták, hogy hát de Budapest milyen vagány, hát magyar főváros tényleg szerintem a világ egyik legszebb fővárosa, viszont én mindig azt szoktam mondani, hogy más turistaként menni Budapestre, és más ott élni. Mert hogyha ott élsz, akkor pont úgy élsz, mintha New Yorkban élnél, vagy Berlinben élnél, vagy egy világ bármelyik nagy városában élnél. Azért ott a futás, az a sok ember, és a felületes kapcsolatok az, ami nekem nem tetszett. Eszembe jutott még az is, hogy ugye mondtad, hogy kint voltál, a kiruccanásod így nevezett. Igen. Az alatt, az idő alatt volt-e neked lehetőséged megtapasztalni, hogy milyen egy kinti rádiónál dolgozni? Ezt már csak azért kérdem, hogy viszonyítási alapod van-e, hogy akkor itt a Fan FM-nél milyen volt, igen, és ott milyen volt? Beszélgessünk, jó a kérdés, erre is válaszolok, de beszélgessünk arról is, hogy milyen ott az oktatás, ami a médiát, kommunikációt illeti, és milyen volt jó, annak idején. Jó, vicsak el az adást, vicsak el. Majd átveszem. Igen. Gyarlakta vidékeken. Székesfehérváron, ahol én jártam a főiskolára, ott volt egy rádió, mai napig működik, Vörös Marti Rádió a neve, és ott tudtunk mi gyakorolni. Tehát volt gyakorlati óránk. Azzal ellentétben, hogy Erdélyben akkor még nem voltak gyakorlati órák, tehát például a szapiencián sem lehetett, elméleti oktatás volt, ami azért eléggé megnehezíti egy médiásnak a dolgát, mert valljuk be, te elméletben 4 évet kijárhatsz, elméletben mindent megtanulhatsz, ha te azt nem gyakorlod, akkor hidd el nekem, hogy ha beültetnek utána egy stúdióba is egy műsort, hiába, hogy papíron te összeállítasz, de azt le is kell vezesd, elég nehéz. Na és mondom, igen, volt tapasztalatom,
ennél a Vörösmarty Rádiónál, és hogyha maradtam volna, ha ott elvégzem, amin egy kicsit szívfájdalmam is, akkor lehetőség lett volna, nem biztos, hogy egyből műsorvezetői pozícióban, de akár televíziónál, TV2-nél, RTL klubnál elhelyezkedni. De ez mondom, ez lehet, hogy épp vágó lettem volna, vagy operatőr, vagy szemetes zsákhordó, nem tudom. Tehát ott is azért megvan a ranglétre, hogy feljebb tudsz jutni bármeddig. Úgyhogy a tapasztalat az megvolt, hogy mi a különbség, azért Magyarországon mai napig profiban csinálják ezt, űzik. Én nem tudom, én gyerekkoromban is már, és a mai napig én az amerikai tévé-show műsorokat követem, meg rádiós műsorokat, podcastokat is hallgatok folyamatosan, és ezt Amerika tudta mindig is nagyon jól csinálni, ezt kimaxolta, felépítette úgy, hogy mi úgy gondoljuk még Székelyföldön, vagy akár Erdélyben, és nem akarok senkit ezzel megbántani, de sokan úgy gondoljuk, hogy ez úgy működik, hogy valakinek van sok pénze, létrehoz egy rádiótársaságot, vagy egy televíziótársaságot, és akkor az működik önmagától. Nem. Amerikában ez a sztárvilággal nagyon egybefonódik, mindenkinek megvan a kapcsolata, mindenkinek megvan, hogy melyik oldalra áll, és tehát van egy rendszere az egésznek. Nálunk itt még, hát ha most például akár a Mix FM-ről is beszélhetünk, de más helyi rádióról is beszélhetünk, más városból, ezelőtt 10-15 évvel beültünk, vagy beült bárki, és ha jó beszélkéje volt. Na látod, rádiós műsorvezető. Beszélőkéje volt, akkor akár tudott műsorvezető is lenni, vagy hogyha jó hangja volt. De nem volt meg, ahonnan magába szívja a tanulást, hogyha nem ment ki Magyarországra tanulni. És most nem azért, mert hogy én ott kint tanultam ezt a dolgot, nekem is van elég sok hibám. Látod, nem tudom kimondani a beszélőkét, most már ki tudom mondani. Úgyhogy ott még mai napig sokkal jobban űzik. Aztán nem tudom, hogy most jelen pillanatban milyen az oktatás Erdélyben, magyar főiskolákon vagy egyetemeken, de annak idején ez volt, hogy azért profi volt Magyarországon minden. No, és akkor ugye hazajöttél, elkerültél ide a Fan FM-hez, milyen volt ott, milyen tapasztalataid volt? Nagyon jó élmény volt. Hát akkor még én is fiatalabb voltam, mint most, és akkor bekerültem, hát akkor már nagy név volt, aki akkor még a főszerkesztőm volt, Lázár Csaba, Günther Otto, és Fitz Csaba is ott volt akkor még a Fan FM rádiónál. Na, ez a három név, ez nagy név volt, tehát aki a rádiót hallgatott, mert ők a 90-es években a Csíkszeredában, ha jól emlékszem, a Rádió 21-nél kezdtek, ami egy országos rádió volt, és volt Csíkszeredában is egy helyi stúdiója. Na és akkor mi, akik gyerekkorunkban hallgattuk a rádiót, Gyergyóban a Mix FM-et Mezei Levivel, és Csíkban a Fan FM-et Günther Ottóval, Fisz Csabával és Lázár Csabával. Nekünk nagy szó volt, érted, és főleg amikor bekerültem én oda, hát próbáltam magabiztosnak tálalni, vagy mutatni magam, de... Hát de volt tapasztalatod, nem? Miben? Hát nem tudom, kintről hoztál valami, csak hoztál valami. Hát azért nem, zöldfülként kerültem be, meg visszaemlékszem arra, hogy mindent megtettem azért, hogy tudjak a Fan FM-nél dolgozni, mert például amikor praktizáltunk, sokszor Günther Otto készített fel, vagy segített, vagy gyakoroltatott bizonyos szövegfelmondásokat, olyan is volt, hogy egy hírt el kellett énekelnem. Igen. És nem tudtam, hogy mi a lényege, most már értem, mi a lényege, azért, hogy tud megtanulni a hanglejtést, mindent, hogy milyen énekelve elmondani, sőt, még mai napig azt mondják, hogy sokszor énekelek műsorban, tehát ilyen hanglejtésekkel meg beszélgetek, na de erre próbálok figyelni. Nem, én zöldfülüként kerültem oda be, attól függetlenül, hogy azelőtt való években praktizáltam a Fan FM-nél, tehát már ismertem úgymond a bandát, de hát azért mégis ő volt Günther Otto, ő volt Lázár Csaba, és ő volt Fisz Csaba. Aztán meg barátkoztunk, és akkor nem csak egy munkakapcsolat volt, hanem baráti kapcsolat. Mi volt az első feladatod ott? Mi volt az első műsorod esetleg? Hú, nem emlékszem. Megmondom őszintén, hogy az a pillanat maradt meg, amikor először élő adásba nyomtak engem, és röhögtek rajtam, mert úgy kezdtem el, hogy köszöntöm a hallgatókat a nem tudom hányos hullámoszon, és ez mind élőben ment, érted?
Tehát én olyan lámpalázas voltam, hogy egyből az első élő megszólalásomnál belebakisztam. Futott a menedzser, futott mindenki, a menedzser persze fogta a fejét. Ha jól emlékszem, akkor Ottóik, a műsorvezető kollégák, meg főszerkesztők, ők röhögték. Na, de aztán belejöttem. Talán helyettesítenem kellett például Ottót egy déli műsorban, vagy ilyesmi. Vagy délután volt, este raktak be egy kívánságműsorban, általában a rádiósok azok mindig este kerülnek be a körforgásba. Tudod, amikor a többi kollégád nem akar már dolgozni, otthon szeretne lenni, akkor te gyere, csináld meg a kívánságműsort. De hát aztán volt déli műsorom is, reggeli műsor az nem volt, mert azt mindig Ottó vezette többet magával, de déltől voltam én egészen estig, attól függ, különböző időszakokban. Na és ugye akkor ez abba maradt, aztán megint ide kerültél Gergyóba. Itt vezetted a virradórát, amit szerintem hát egész Gergyó is, mert nem kell senkinek bemutatni, úgy gondolom. Oda mi alapján hívtad az embereket? Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy történt ott a műsorszerkesztés? Azt gondolom, te vezényelted le teljesen. Mindent én vezényeltem le. Hogy hívtam meg az embereket? Pont úgy, ahogy te. Legalábbis a felvétel elkezdés előtt azt mondtad, hogy téged az ember érdekel. Én is így voltam vele, és mai napig így vagyok vele, hogy jó, van egy pár kötelező interjú, akár politikusokkal, ami be kell menjen a rádióba, azokat elkészítem, de én is kutakodok meg az ember érdekel. Főleg, amikor mostanában az elmúlt időszakban színészeket és színésznőket is kezdtem meghívogatni, jó, régebben is tettem, de ritkában, az ember érdekel, érted? Épp úgy érdekelt Lázár Géza, Lukács Géza Szárhegyről, ugye, a helyi termelő, épp úgy érdekeltek a tűzoltók, épp úgy érdekeltek a helyi rendőrök, akiket nem lehetett meghívni, és ezt most direkt mondtam, mert nem engedték, hogy jöjjenek. Tehát mindig a helyi ember érdekelt. Jó, persze nekem is vágyam volt, hogy előbb-utóbb eljussak odáig, hogy akár egy Geszti Péterrel, egy Ákossal tudja készíteni interjút, vagy egy Ruzsa Magdival, de ez nagy megtiszteltetés, hogy ezeket elértem, meg kiépítettük ugye a kapcsolatokat. Viszont a kérdésedre válaszolva mindig a helyi érdekelt. Legyen az épp úgy polgármester, vagy akár mondom egy termelő, vagy mentős. Úgyhogy így volt, és sok munka volt vele, a virradórával nagyon sok munka volt, mert nem volt egy nagyobb stáb, aki dolgozhatott volna ezzel. Ezt Magyarországon már megtanulták, akiket ez érdekelt, hogy azért nem úgy működik egy televíziónál, vagy akár egy rádiónál, hogy van egy műsorszerkesztő, és az felel mindenért, ő hívja meg a meghívottakat, ő rendezi a menedzsmentet, ő állítja össze a reggeli műsornak a témáit, hanem vannak még háttérben dolgozó, ügyeskedő emberek. Itt pedig egyedül voltam, és nem panaszkodom, én nagyon élveztem ezt csinálni, nehéz volt reggel felkelni 6-kor, hogy 7-kor el tudjam kezdeni az adást, főleg, hogyha buli volt az előtt való este, de sikerült, és akkor kitaláltam, ugye hát Fehér Csongor barátom, meg kollégám, és soha nem volt rádiós, hanem technikus mai napig a rádiónál, és nagyon vágytam arra, hogy valakivel kommunikáljak, mert nagyon nehéz üzni ezt a szakmát úgy, hogy egyedül vagy te a műsorban. Meg lehet csinálni, és érdekessé lehet tenni, de hogyha korlátolva vagy, tehát ha van egy műsorszerkezet, akkor abból nem tudsz kibújni. Akkor meg volt engedve minden, nem szólt akkor sem, most sem szólt bele senki a műsorszerkesztésembe, de mivel én feleltem a virradóráért, hát azt csináltam, amit akartam. És akkor Csongit hívtam péntekenként az okoskodásból, kitaláltuk ezt is. Most így, ahogy Csongit megemlítetted. Az volt az egyik leghallgatottabb szegmense, vagy időintervallum a rádiónak. Pénteken délelőtt 10-től 11-ig. Tehát minden nap, még a polgármesterektől is hallottuk vissza, hogy na hallom, megint kibeszéltetek, hát ne haragudj meg, és akkor 2 hétig nem jött az adott polgármester műsorban, mert meg volt sértődve. Nem ő hallotta a műsort, hanem valaki mondta. Hát közvetlen volt, azért volt az igen, sikeres ez a... őszintén beszéltetek mindenről. Igen. Kaptunk kis hideget, meleget. Épp ezt akartam kérdezni, hogy amúgy ott milyenek voltak a visszajelzések, mert ott aztán tényleg politikától elkezdve minden mindenről szó volt, és úgy őszintén, ahogy ti látjátok, a ti véleményetek, és ti is adtatok hideget, meleget azért ott, én úgy gondolom. Nézd,
muszáj volt hideget, meleget adni, sőt, mai napig egy beszélgetés műsorban, reggeli műsorban például, ami épp úgy most dívik Magyarországon is, meg a világ minden táján, épp így Erdélyben is, hogy 2-3 műsorvezető van. Lehet, hogy egyet értenek az adott témában, de ők ez szerkesztésileg jön le úgy, hogy te, mint hallgató úgy hallod, hogy van, aki más véleményen van a műsorvezető közül. Tehát a konfliktus az generált, vagy a nézetkülönbség az generált. Lehet, hogy Csongival épp az adott témán egyetértettünk, de akkor műsor előtt megbeszéltük, hogy én ezt fogom szajkózni, és te azt szajkózd, azért, hogy legyen egy... Tehát ezt mindig úgy kell elképzelni, hogy te, mint hallgató, lehet, hogy pont Csonginak a véleményén vagy, aha, és a másik hallgató pedig pont az én véleményemmel. Tehát, hogy legyen minden vélemény valami. Persze, igen. Ezért interaktív az egész, és na láttad volna, amikor különböztünk a véleményekben Csongival akár, hát abban az egy órában több száz SMS érkezett, érted? Egy óra alatt azért egy ilyen kis rádiónál, amilyen volt akkor a Mix FM, hát az nagyon sok, tehát rengeteg SMS. És nehéz volt, mert mindenki azt látja kívülről, hogy milyen boldogan élünk, oké, de azért én is egy szorongóbb típus vagyok. Tehát amikor kaptunk olyan SMS-eket is, amiket nem tudtunk beolvasni, mert kitámadtak minket, de nem is minket, nem a rádiót, hanem a személyünkre, érted? Tehát valaki kezdett személyeskedni, és hát fenyegetésig nem ment el a dolog, de ez van, tehát szerintem ez a médiába beletartozik, természetesen van egy bizonyos határ, amiután, hogyha az a valaki legyen az egy hallgató, túlépi a határt, akkor perre is mehetsz vele. De nyel az ember, mert... Tehát én mint műsorvezető, meg szerkesztő, azt is meg kell értsem, hogy én is kitámadok a műsoromon keresztül, akár közéleti személyiségeket is, érted? Aki, vagy az a vélemény bánthat magánszemélyeket is, aki nincs a közéletben. Úgyhogy ez ilyen adom-kapom, de ez az érdekes. Sajnos idáig ment el a világ, hogy most már csak ez az érdekes. Hogyha konfrontálódsz, hogyha konfliktust gerjesztesz, vagy igen, vitákat szűrsz. Persze, ennek is megvan a búrája, hogyha kordában tudod tartani, akkor még jól kész. Hát volt olyan, hogy betelefonáltak, ez pont egy olyan 2 évvel ezelőtt volt a Viradórába, nem Csongival voltam akkor, hanem valamelyik hétköznapi reggeli műsorban, és nem tudom, mi volt az adott... Ja igen, az volt az adott téma, minden nap volt egy nap témája rovatom, és aznap az volt a nap témája, hogy... mindenki a saját problémájával telefonáljon be, amit nem tudott közintézményekben elintézni, és akkor beszéljük meg. Vagy ha tudok tanácsot adni, akkor tanácsot adni. És felhívott egy bácsi valamelyik faluból, de hallottam a hangján, a kétségbe volt esve. És magyarázott, nem értettem. Tehát annyira kétségbe volt esve, hogy... valamilyen nyugdíjjal kapcsolatosan, de ki is volt akadva a kormányra, ki volt akadva a helyi politikusokra, mindenkivel baja volt. És hát, hogy ilyenkor nem feltétlenül a legjobb, ha mindig mindenkit élőbe kapcsolsz, mert valahogy lekezeltem, azt mondtam, hogy visszahívom műsoron kívül, és akkor megbeszéljük, hogy mi a dolog. De hogyha nincs egy jogász végzettséged, vagy egy közgazdász végzettséget, akkor nem biztos, hogy ezeket egy műsorelembe be kell építeni, hogy te ezt felvállalod, hogy te mindenkinek a problémáját kibeszéled. De, hát... de ezt hogy tudjátok szűrni? Ezt nem tudjátok szűrni. Nem. Sokan azt mondják, hogy hát persze, mert megvan, hogy ki fog betelefonálni, meg akár nem. Anita, ha te is írtál SMS-t, vagy írsz SMS-t, azt épp úgy beolvassuk. Nem lehetett szűrni, és nem is lehet mai napig szűrni. Mi annyit látjuk, hogy hívják a telefonszámunkat, én a keverőn bekapcsolom, rögzítem közben, vagy élőbe benyomom, és megy. Tehát ennek megvan a rizikója. De ebből akkor születettek vicces esetek is, nem? Emlékszel? Volt, amikor elküldtek majdnem a melegebb éghajlatra, épp, hogy időbe tudtam kinyomni. Igen, voltak ilyen esetek is, de ritkább volt. Az, hogy itt a helyi rádióról beszélünk, és azért a helyi közösség az nem olyan, Facebookon nagyon felvállal mindent, de ha be kell telefonálni, akkor nincs egy hívás. Akkor már nem merész senki. SMS rengeteg érkezik mai napig, akkor is sok SMS érkezett, amikor a Viradóra volt, de a telefonálás az nem.
Max közlekedési infó miatt felhívják a telefonszámot, de ha véleményt kell mondani, már nem vállalják. Van 3-4 eset Gyergyósziken is, 3-4 személy, aki nagyon szívesen telefonál és mindig elmondja a véleményét, de nem szeretnek telefonálni az emberek. Emlékszem, egyszer hallgattam a rádiót, de már nagyon-nagyon rég volt, te voltál a műsorvezető, egy ilyen kívánságkosár volt, és nem tudom. Kívánságkosár? Hát igen, ilyen este volt már, tudom, hogy pont zártunk az akkori munkahelyemen, és mindig akkor kezdődött, és mindig panaszkodtam, hogy hát sose tudom meghallgatni. És valaki betelefonált, valami nagyon nagy mocskosságot mondott, és te legáztad egy annyira, hogy jó, köszönjük, hogy ezt megbeszéljük, és legáztad. Biztos, hogy én voltam, igen, nem? Igen, tudja, hogy te voltál. De én este nem voltam műsorban. De igen, de voltál, volt este kívánságműsor. Vagy nem is, Mezei Levente volt. Ezt mondom, hogy Mezei Levente volt, én nem voltam ebben. Volt úgy, hogy Mezei Levinél megjelentem a műsorban, csak a ketten ott így. Lehet, hogy, na mindegy, de hogy az ilyet, hogy lehet kezelni, amikor valaki ilyen drága érzés, hogy tudjátok azt, hogy ne akadjatok ki teljesen az adás alatt, hogy ne röhögjétek szemben. Hát de most mit csinál? Tehát le kell kezeled, közben verejtékezel, olyan ideges vagy, hogy nagyon ideges vagy, meg is alászkodsz, de most nem tudod szűrni, ezek, nincs ahogy szűrt. Úgy lehetne szűrni, hogy ahogy működik mondjuk egy magyarországi országos rádiónál, hogy van egy csaj vagy egy pasas, aki ül a másik szobába, ő veszi fel a telefont, azt mondja, hogy kívánságműsor, mindjárt kapcsoljuk önt, közben beszélget azzal a hallgató, vagy hallja, hogy részege az a hallgató, hogy normálisan beszél-e, ha nem, akkor köszönjük szépen, most nem tudjuk élőbe tenni, érted? Tehát van egy szűrő, igen, ott. Igen. Itt nálunk nincs. Itt mi kezeljük, műsorvezetők, szerkesztők a keverőt, a telefont, az SMS-eket, az e-maileket, mindent egybe, érted? Tehát nincs egy szűrő. Így tudod kezelni, hogy oké, rendben, megbeszéljük, viszont hallásra, nem tudsz mit csinálni. No, és akkor hogy is haladjunk tovább? Haladjunk úgy tovább, hogy ugye nektek bővült ez a rádió, felvásárolták, vagy hát más tulajdon alá került, átigazoltál. Hát átigazoltál. Valamilyen szinten. Maradtam a Mix FM-nél, de épp úgy dolgozok a Friss FM-nek is, Háromszéken és az Udvarhelyi Székely Rádiónak. Egyébként többen megismertek téged. Fú, hát most már lassan másfél éve van ez a három rádió. Most kezdnek megismerni. Én ezt többek között van ez a közszereplői oldalon, a három közösségi oldal. Ott tudom mérni, hogy mennyire kezdtek. Mert eddig inkább Gyergyószéken ismertek meg, Csíkszeredában, még régen. Úgyhogy most kezd egy kicsit így burjánzani, vagy virágozni ez az ismeretség.